Kigyulladt egy 20 négyzetméteres faszerkezetű garázs, benne egy személygépkocsival Szolnokon a Rák utcában. A lángok átterjedtek a szomszédos családi ház tetőszerkezetére is. A szolnoki és a ceglédi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt összesen 6 vízsugárral, köztük egy létra sugárral fékezték meg a lángokat. Abban a családi házban, amelyre a tűz átterjedt, egy 4 fős család lakott. A családi házban élő 4 ember rokonokhoz költözött, az ingatlan ugyanis lakhatatlanná vált.